Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Mindannyian emlékszünk rá, hiszen nem volt annyira régen, amikor illegális migránsok tízezrével vonultak be hazánk területére, és tarolták le földjeinket, foglalták el köztereinket, vagy éppen autópályáinkat. Okmányok hiányában saját maguk azonosítására is képtelenek voltak, és rendkívül érdekes módon majd mindegyiküket ugyanúgy hívták, és ugyanakkor születtek, jellemzően január 1-én. A túlnyomó részt 30 év alatti katonakorú férfiakból álló tömegek ellenőrzés nélküli bevonulásával járó biztonsági kockázat mindenki számára szemmel látható volt. Felismerve ezen veszélyt, 2015-ben Magyarország kormánya végelláthatatlan és eredménytelen brüsszeli értekezetek szervezése helyett elsőként tett érdemi lépéseket azért, hogy az illegális migrációt megfékezzük, vagy legalábbis jelentős mértékben visszaszorítsuk. Emiatt persze kaptunk hideget-meleget, mert mi nem arról akartunk tárgyalni, hogy hogyan tudnánk még több embert behozni a kontinensre, és hogyan tudnánk őket szétosztani, hanem arról akartunk tárgyalni, hogy hogyan tudjuk megvédeni a schengeni övezet külső határait, és ezzel párhuzamosan a segítséget odavinni, ahol arra szükség van, nem pedig a bajt idehozni. A magyar kormány migrációs politikája pedig szemmel láthatóan bevált, hiszen a zöld határon határsértést elkövető migránsokat kiváló eredményességgel tudjuk elfogni, még a határsértés pillanatában, vagy a határmenti területek közvetlen közelében. Habár a nagy ellenzéki összeborulás résztvevői Gyurcsánytól Karácsonyig számos esetben bagatelizálták el az egész Európát sújtó bevándorlási válságot, és próbálták ráerőltetni hazánkra a migránskótát, a magyar emberek mégis elsöprő többséggel mondtak nemet a kötelező kvótára. 2016-ban ugyanis egyértelmű üzenetet küldtünk a migránsbarát hazai ellenzéknek és a brüsszeli bürokratáknak. Hiába próbálják egyes uniós tagállamok újra felszínre hozni ezt a témát, hiába látogat el Soros György újra és újra Brüsszelbe, hogy megossza a migráció ösztönző gondolatait, mi magyarok 98%-os többséggel mondtunk nemet a tagállamok közötti kötelező elosztásra. Az álláspontunk ebben a kérdésben egyértelmű és határozott kell legyen. Magyarországon a magyar emberek döntsék el azt, hogy bekívánnak-e fogadni idegen kultúrákat az országba, vagy nem. Erre senki sem utasíthat, vagy kötelezhet minket Brüsszelből. Míg hazánkat sorra választják nemzetközileg is elismert turisztikai vagy biztonságpolitikai szaklapok Európa, vagy olykor a világ egyik legbiztonságosabb országának, és Budapestet pedig fővárosának, addig Nyugat-Európa szerte rettegésben látogatnak el az emberek egy-egy karácsonyi vásárba, félve attól, hogy vajon mikor éri őket terrortámadás. Ahogy pedig láthatjuk, a terroristák módszerei Európa szerte mindig egy lépéssel a hatóságok előtt járnak. Ma már nem kamionokkal hajtanak be forgalmas utcákba vagy terekre. Ma már nem robbanóanyaggal megtöltött furgonokkal száguldanak a gyalogosok közé, hanem észrevétlenül adott esetben egy tenyérnyi nagyságú késsel rontanak rá a békésen sétáló polgárokra. Tisztelt képviselőtársaim! Szemmel láthatjuk, hogy Európa túlnyomó része ki sem lát az illegális migráció okozta terrorfenyegetettségből. Gondolták volna önök alig egy évtizeddel ezelőtt, hogy egyes népszerű francia, német vagy belga karácsonyi vásárokat csak ruházati átvizsgálást követően fémdetektoros kapukon keresztül tudnak megközelíteni? Feltételezem, a válasz az, hogy nem. A kérdés pedig pár csak az, hogy valóban ilyen Európát álmodtunk magunknak? Valóban azt szeretnénk, hogy az európai keresztény kultúra összeomoljon, és mindezt ölbetett kézzel nézzük végig? Mert ha nem ezt szeretnénk átadni gyermekeink és unokáink számára, akkor bizony egységes fellépésre van szükség Európa megvédéséért. Őszintén bízom benne, hogyha tényleg egy minden eddiginél erősebb migrációs hullám éri majd el a déli határunkat, akkor Magyarország kormánya továbbra is mindent meg fog tenni a magyar emberek biztonsága érdekében. És határvadászaink, rendőreink, illetve a honvédség eredményesen meg fogja tudni védeni az ország határait, ahogy tették azt az elmúlt években is. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, képviselő úr! Képviselő úr elhangzott napirendelőti felszólalására Kontrát Károly államtitkár úr válaszol. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Jelentősen megnőtt a migrációs nyomás a Magyarország déli határán,
Egyre nő a feszültség ezen a területen. Nyugat-Balkánon 100 000 illegális bevándorló tolódott fel, ami Közép-Európa számára, így Magyarország számára is komoly kockázatot jelent. Ezen felül Törökországból 398 000 illegális határátlépési kísérletet jelentettek november közepéig. Ez 128 000-rel több, mint a tavalyi év egészében. Szlovéniában 14 000 illegális bevándorlót regisztráltak az év első 10 hónapjában, ez 72%-kal több, mint tavaly ugyanezen időszakban. Ez a 14 000 migráns azért ment Horvátországon keresztül Szlovénia irányába, mert Magyarország déli határát kerítés védi. Szerbiában pedig 30 000 migráns van jelenleg, arra várakozik, hogy át tudjon jutni a határon, és szeretném fölhívni a figyelmet arra is, tisztelt képviselő, tisztelt országgyűlés, hogy a magyar határ körzetében levő magyar lakta területeken is megnőtt az illegális migránsok száma, és abba bízunk, hogy a szerb hatóságok nagyobb erővel vesznek részt a migrációs, illegális migráció elleni küzdelemben is, biztosítják a szerbiai magyar lakta településeken élők biztonságát. Tehát ugye, ahogy mondtam, Magyarország déli határán megnőtt a migrációs nyomás, nő a feszültség. Erről a múlt héten Németh Szilárd kollégámmal együtt meggyőződhettünk a déli határon tett látogatás során. Azt tudjuk tapasztalni, hogy minden módon, szárazföldön, levegőben, vizen, alagútban, alagutat ásva, minden módon megpróbálnak bejutni a migránsok Magyarország területére. A rendőrség két alagutat számolt fel, az egyiket Csongrád megyében Ásotthalomnál, másikat pedig Bács-Kiskun megyében Csikérjánál. És szeretném azt is elmondani, hogy 2018-ban 6500 illegális migráns próbált bejutni Magyarország területére. Ez a szám megduplázódott november 30-áig, több mint 12 800 illegális migráns akart bejutni. És még egy riasztó adat, december hónapban az illegális kísérletek száma meghaladta a napi 100 főt, konkrétan a tegnapi nap folyamán 128 fő próbált bejutni illegálisan Magyarország területére. Ezt a magyar határvadászok, rendőrök, honvédek együttes erővel megakadályozták, és szeretném itt is megnyugtatni a tisztelt országgyűlést, és elmondani, hogy a magyar hatóságok, a rendőrök, határvadászok, honvédek mindent megtesznek annak érdekében, hogy egyetlen illegális migráns se jusson be Magyarország területére. Ön említette a kvótát, sajnálatos módon újra előjött a kvóta kérdése, mint lehetséges megoldás. Mi ezt teljesen elutasítjuk. A 2016-os kvótanépszavazáson, úgy ahogy ön mondta, a magyar emberek 98%-a egyértelműen ez ellen foglalt állást. Mi is azt mondjuk, ma is azt mondjuk, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt idehozni. Magyarország kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar emberek biztonságát szavatolja. Azt is tudjuk, hogy ebben a harcban egyedül vagyunk, hiszen Gyurcsány, Karácsony és a teljes bevándorláspárti ellenzék a migráns kvóta mellett áll. 3 éve még azt is meg akarták akadályozni, hogy a magyar emberek erről népszavazáson mondhassák el a véleményüket. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, és Magyarország biztonságos országnak számít. Hangsúlyozom, hogy Magyarország kormánya minden feltételt biztosít annak érdekében, hogy a határvadászok, katonák, rendőrök eredményesen tudják ellátni a határok védelmét, Magyarország és a magyar emberek védelmét, hiszen ez a legfontosabb nemzeti érdekünk és értékünk, hogy meg tudjuk védeni a magyar emberek biztonságát. Szeptemberben ezért a kormány ismét meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, hiszen ez ad megfelelő jogi alapot a határ védelmére. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a határt védő rendőröknek, határvadászoknak, katonáknak azért, hogy az ország függetlenségét, a magyar emberek biztonságát és szabadságát ilyen hatékonyan végzik. Köszönjük szépen, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen.